Sziasztok! Ezt a közös videót most azért csináljuk, mert szeretnénk megköszönni nektek, hogy feliratkoztatok a csatornára, ugyanis összegyűlt az 1000 feliratkozóm, ami azért is nagyon durva, mivel 5 hónapja kezdtük el ezt az egészet, és 5 hónap alatt csináltunk nagyjából 35 videót, és ez ennyi idő alatt hirtelen lettünk 1000-en, szóval ez nagyon-nagyon durva, és szeretnénk nektek megköszönni, hogy ennyien feliratkoztatok, és hogy ennyi pozitív kommentet is kaptunk vissza. Ezek mind nagyon fel tudták dobni a napjainkat, és Pani, mondd el, mit csinálunk most? Most ennek örömére gondoltuk, hogy csinálunk nektek egy kis ilyen tag videót. Nem annyira tag, mert vannak, hát igazából mindenféle kérdések vannak benne. Mikor elkezdtük csinálni ezt a videózást, úgy gondoltuk, hogy ilyeneket nem nagyon fogunk, de mivel most, hát ugye összegyűlt 1000 feliratkozó, ezért gondoltuk, hogy most így kivételesen egyet sem, csak hogy egy kicsit jobban megismerjétek minket, bár nem annyira értelmes kérdések, de azért remélem, hogy így is tetszeni fog nektek. Igen, szóval 10 kérdés lesz, ami így igazából nem olyan sok, viszont ezek hosszabbak lesznek, és összegyűjtöttük őket mindenféle különböző internetes oldalról igazából. Szóval amelyikök úgy tetszettek nekünk, azokat felírtuk egy lapra, itt van. És ezeket fogom most olvasni, és akkor először Panni válaszol rájuk, aztán pedig én. Igen. Az első kérdés. Nyitott vagy csukott szekrény ajtó mellett alszol? Ó, hát én nem merem nyitva hagyni a szekrény ajtómat, mert nem tudom miért, hogyha csak egy kicsit is nyitva van, mert egyben mindig oda nézek, mert fogalmam nincs miért, csak úgy félek, hogy valami kijön belőle, vagy nem tudom, ez elég hülyeség. Hogyha reggel felkelek, akkor mondjuk egy hulla kidől belőle, vagy nem tudom, szóval vannak ilyen elképzeléseim, és én nem merek nyitott szekrény ajtóval, ez lehet, hogy fura dolog, de mindig becsukom, szóval ilyen. Igen, nálam ez ugyanígy van, mindig csukva van a szekrény ajtó, és a szobám ajtaja is, és minden más fiók csukva van. De igazából nem szoktak a... Nem szoktak így a fejemben lenni ilyen gondolatok, hogy mi lehet a szekrényemben, de úgy megszokásból is inkább becsukom, mert hogyha nyitva van, akkor jönnek ezek a dolgok elő, hogy ki az, aki néz engem a szekrényből, szóval igen, csukva van. Inkább medve támadjon meg, vagy egy méhkas? Ez hülye kérdés. Hát, nem tudom, lehet, hogy egy medvét még ki tudnék cselezni valahogy. De egy méhkas, ők sokan vannak, és nagyon fáj, hogyha megcsípnek, úgyhogy ezt nem nagyon szeretném. De a medve is fájhat szerintem. De hát nem tudom, lehet, hogy nem tudom. Legyen a medve inkább, mert ja, gyorsabb és biztos halálos is, úgyhogy... Igen. Szóval nálam is a medve lenne, ugyanis, hogyha elég gyors vagyok, és egy kicsikét elfutok előle, akkor reménykedhetek, hogy valaki majd talán segít nekem, és... Egy medve elől végül is, nem tudom, jön egy kocsival és felkap, vagy valami ilyesmi, de a méhek elől nem nagyon tud engem elvinni, szóval igen, a medve. Most a Mikor írtál valakinek utoljára levelet papírra? Na, Panni, mit írtál utoljára papírra? Nem tudom. Hát jó, most ez egy kicsit ugye fejlődik a technológia, meg minden, micsoda szégyen, hogy nem írunk levelet. Hát én tényleg nem írok levelet, de hát nem tudom, a képes lap így szülinapra levélnek számít? Szerintem számítson. Mert hát olyat szoktam írni, de úgy igazi levelet talán alsóban írtam utoljára. De egyébként még e-mail se szoktam írni, csak ritkán, úgyhogy marad a Facebook. Nem tudom, lehet, hogy kéne írni levelet, mert küldök neked egyet. Köszi! Szóval nálam a levél az... nos, képes lapot, azt igazából pont tegnap írtam, mivel ma van a barátnőmnek a szülinapja. És ezért tegnap megírtam neki mára. De alapból így normális levelet, hogy postán feladom, és úgy, igazából szerintem úgy egy éve talán. Németország ismerőseinek írtam utoljára egy ilyen hosszabb levelet, hogy mi van velem, szóval ez is régen volt. A következő kérdés. Használtál már fegyvert? Hát... Nem tudom, mi számít fegyvernek, de volt a kezemben már például így, nyilasztam egy kicsit. Az fegyvernek számít, vagy? Hát ez tuti fegyver, hát nyíl. És nem hiszem, hogy eltaláltam bármit is. Jó, de nem. De a nyíl az kifejezetten arra neki, és meg egy csomó minden másra is. Jó. Például kenyeret kell. Szóval nyilasztam,
és légpuskáztam egyszer, és már voltam paintballozni, ahol igen, megöltem pár embert. Nem olyan sokakat, azt hiszem csak ketten voltak, lehet, hogy csak egy valaki. Szóval arra azért büszke voltam, mert nem vagyok egy jól célzó. De nem semmi. De az komoly volt viszont, szóval az fájt is, amikor meglőttek, az egy komoly fegyver volt. Ja. Szóval, hát ilyet már én is fogtam a kezemben, hogyha ez fegyvernek számít, de alapból úgy, mint pisztoly vagy puska formájában. Igen, fogtam a kezemben, de úgy nem lőttem vele. Szóval, hogyha tovább visszük a kérdést, mert fogni szerintem sokan fogtak már a kezükbe végül is, nem tudom, ilyen rendezvényeken, bókori rendezvényeken, nem tudom. Valahogy így odakeveredtem, és már fogtam fegyvert, de lőni még nem lőttem vele. Na, én vadászpuskás. Szóval, az ötödik kérdés, hiszel-e a szellemekben? Hát, attól függ, hogy milyen szellem, mert nyilván, hogyha valaki meghal, nem szellem lesz belőle, hanem csak úgy eltávolodik a lelke, de biztos, hogy nem tudom, szerintem vannak szellemek, akik így kedvesek, és néha talán úgy, mint hogyha ott lenne valaki, aki vigyázna rám, de lehet, hogy a szellemek ijesztőek, és azért vannak, hogy megijesztenek éjszaka, vagy gonoszak, de szerintem tudja, hogy vannak itt valakik, nem lehet, hogy csak mi vagyunk itt. Jó, szóval szerintem a szellemkérdés, hát miután nézek egy szellemes filmet, utána teljes mértékben biztos vagyok benne, hogy vannak szellemek, de alapból csak ugye a hétköznapjaimban nem hiszem, hogy vannak, hanem hát inkább ilyen őrző angyalok talán vannak ott körülötted, de szerintem... Szóval vannak szellemek. Szerintem nincsenek szellemek. Nincs ott egy... Nem, ez nem volt vicces. Jó. Szóval inkább nézzük a következő kérdést, a hatos. Be tudod-e hajlítani a nyelvedet? De nem csak úgy behajlítani, hanem tudjátok, az a szokásos, amit pár mutatja Panni, igen. Pár ember meg tud csinálni, én nem, ő igen. Ezzel én sem tudtam. Meg is válaszoltuk a választ. Igen. Jó. Olvasottál én nem tudom. A hetedik kérdés az, hogy milyen szupererőt lenne? Szóval, szuper erő, hogyha bármire képes lennék. Szerintem gondolatolvasás, de nem akarnám örökre, csak mondjuk egy napra, mert vannak olyan pillanatok, vagy olyan dolgok, amiről nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyes emberek mit gondolnak, de nem merem őket megkérdezni róla, szóval ezért jó jönne ez a dolog, de nem akarom ezt örökre, mert idegesítene, szóval. Alapból csak mondjuk egy-két napig. Ó, hát én nem szeretném tudni, mit gondolnak az emberek, mert tudod, hogy egy csomó rosszat gondolnak rólam, és nem biztos, hogy hallani akarom őket, de én repülni szeretnék nagyon, mert szerintem nagyon jó lehet, hogyha valaki tud repülni, de úgy egész életemben. Viszont ez örökre. Nehéz. Nem. Csak, nem egy repülőre szállsz, és örökre repülsz. Nem, hanem hogy repülni úgy bármikor, amikor akarod, de egyébként... Mondjuk, hogyha láthatatlanná válnék, az se lenne rossz, mert végülis akkor is így tudnám követni az embereket, át a falakon meg minden, és nem is hallanának engem, szóval igazából úgy nem csak láthatatlan lennék, hanem ilyen mindenféle. És akkor tudnám őket követni és kihallgatni, meg úgy bejutni olyan helyekre, hova nem juthatnék be egyébként. De amúgy úgy repülés, szóval repülsz. Én nagyon szeretnék repülni, igen. Ja, most én mondom. Nyolcas kérdés. Inkább borotválnád le a szemöldöködet, vagy elvesztenéd az összes szempilládat? Ez a legjobb kérdés. Ezzel mindenki gondolkozna el amúgy. De nálam ez egyértelmű, hogy inkább a szempillám, mert mire van a műszempilla? És... Hát a szempilládra rakom. De nem, csak úgy oda rakom most szempilla nélkül erős ragasztóval, de a szemöldök szerintem tökre fontos része az arcodnak, és jó, hogyha azt elveszted, akkor így rád néznek, és itt a jó talán meg se ismernek, szóval... Igen, de érted, visszatetováltathatod, meg visszanő, nem nő vissza, hogyha elvárod? Hogyha, de egy idő után visszanő. De... És addig fiasztalra belejzolom. Egyszer megnézik, hogy a fiasztalra belejzolom a szemeldök. Sokan csinálják. Na, igen, jó, neked? Szóval, igen, szemöldök. Jó, hát nem, nincsenek olyan nagyon gyönyörűséges szempilláim, de szeretem őket, és szerintem ijesztő lenne, hogyha nem lenne szempillám. 9. kérdés.
inkább mondanád ki mindig, amit gondolsz, vagy soha többet nem beszélhetsz? Szerintem ez egy értelmetlen kérdés. Úgy teljesen hülyeség, igen. Meg ugye elméletileg is tök hülyeség, de ennek most az a lényege, hogy ilyen butaságokat is megkérdezzük. Szóval erre a válaszom az, hogy én beszéd nélkül egy napot nem bírok ki, hanem egy életet. De ez tényleg. Szóval inkább kimondok mindent, amit gondolok, mert akkor azt is elmondom az embereknek, hogy ez történt velem, hogy mindent kimondok, amit gondolok. Ezért ne haragudjanak. De érted, akkor megtudják az én gonosz gondolatokat, hogy ó, de rossz ruhában menj meg, hogy ó, de gáz vagy, még ilyeneket, és... Hát nyilván, de... De egyébként nekem is ez inkább. Akkor nem gondolkodom, és akkor... Jó, nem tudom. Jó, nekem is ez. Én hagyjuk hülye kérdésre, csak hülye választ lehet adni. Hát ez igaz. Az utolsó kérdés következik. Inkább ennél egy maroknyi hajat, vagy megnyalnál három utcai telefon? Ezt nem tudom, hogy melyik oldalon találtuk. De egyszerűen így Panni felkiáltott, hogy undorító, és akkor eldöntöttük, hogy belerakjuk. Szóval ez egy nagyon jó kérdés, de szerintem én inkább megnyalnék három utcai telefont, mert hajat enni most tényleg. Egy hajszál még oké, de egy... oké. Szóval mert egy hajszál még oké, de egy maroknyi hajat már nem. Semmiképp. És akkor már inkább háromszor túlesek rajta, és aztán szállítom lögötek meg minden, és remélem nem kapok el semmilyen utcai telefonos fertőzést. Mert olyan sokan nyalogatják a telefonokat. Ja. Hát, ez egy jó kérdés. A haj az eleve gusztustalan, még a kajában is úgy egy szál. A telefon is gusztustalan, mert hát csak az. Mert mindenki hozzányúlkál, és ez... Igen, és nem mosnak előtt a kezet. Szóval szerintem kéne egy ilyen mosdókagyló telefonokhoz. Igen. Szóval én is inkább megnyalnám őket, és minden nyalás után befújnám a szám ilyen fertőtlenítővel. Gondolom nincs benne az a szabályban, hogy le is kellett mosni a telefonokat, de inkább azokat nyalnám. Soha. Szóval ennyi lett volna ez a tag videó, és reméljük, hogy tetszett nektek. Tudjuk, hogy tök idiótaság volt az egész, és talán semmi értelme, de gondoltuk, hogy legyen egy ilyen lazább videó is, amit mindenki egyszer megnéz, és aztán szépen elfelejt. Annak örömére, hogy már ezren lettünk. Szóval még egyszer nagyon köszönjük nektek. Tényleg nagyon jól esik ez az egész, és így... nem tudom, mindig csak így visszaemlékszem, hogy amikor mennyire örültünk, hogy az elején minden egyes feliratkozónak egyesre írtam Linának, hogy úristen, láttad, hogy van még egy, és akkor még számon is tudtuk követni, hogy 20, aztán nem tudom, 5 napra rá 21, és akkor ilyenek, és most pedig már minden nap jöttek legalább 20 új értesítés erről, szóval igen, nagyon köszönjük. Ez nagyon jó dolog, és igazából nem tudom, én pont azon gondolkoztam, amit mondtam is Linának, hogy egyáltalán nem érzem úgy, hogy ilyen sok embernek csinálunk videókat, mert így belegondolni nagyon durva, hogy ennyien megnézhetik, hanem olyan, hogyha csak így a barátainknak, vagy csak egy ilyen nagyon kis körnek, közben kirakjuk ennyi embernek, akiket érdekel, ez fura, hogy ennyi embert érdekelnek. Igen. De hát nagyon köszönjük. Igen, és ezen kívül pedig a blogunknak a linkje a leírásban van, hogyha még valakit érdekelnének ilyen bejegyzések. Azt tudjuk, hogy a blogban is nagyon ritka jönnek bejegyzések, de ez az őszi szünet után már annyira nehéz egyszerűen így a videózást is tartani, a blogot is tartani, meg még a sulit is tartani, szóval de jönnek majd még bejegyzések bőven. Igen. Nos, hát akkor nagyon köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk a legközelebbiben. Sziasztok!